Sziasztok! Ma egy Napoleon Hill idézettel gondoltam kedveskedni nektek, hisz péntek van, ugye? Sziasztok, Szűcs Tamás vagyok, az üzleti gondolkodó. Ez a Napoleon Hill idézet, hogy ugye pontos legyek, olvasni fogom. A cél nem más, mint egy határidős álom. Miért gondoltam fontosnak ezt a dolgot kifejteni a számotokra? Hát nagyon egyszerű, ugyanis rengeteg ember kitalál valami célt, de bármi legyen, az ő lesz, mit tudom, a pápa, ez az, az teljesen mindegy, hogy micsoda, és ezen ábrándozik konkrétan egy egész életet, és akkor mindig kitalálja, hogy mit, mikor, miért nem. Most azért nem, mert új politikai hatalom lesz, most azért nem, mert válságot várunk, most azért nem, mert a honnan nem adta oda a kék golyót a szomszéd kisgyereknek, mindig kitalál valamit. Ha te a céljaidat már megszűrted normálisan, először is szögezzünk el valamit, amit alapvetően tanultam, viszont láttam is bebizonyítva, illetve hallottam is most már több egészen más csatornáról, hogy a pénz meg a pénzügyi dolgok soha nem cél. Sokkal inkább mások a cél. Ha neked nincsenek céljaid, azt gondolod, nyilván vannak, de ha nincsenek, akkor valószínűleg más fogja meghatározni. Egy reklám, egy marketing, egy főnök, tehát aki adott esetben felettesed, nem feltétlenül csak a munkahelyeden elképzelhető, hogy mondjuk egy ország szinten, vagy egy város szinten, de meg fogja valaki határozni. Viszont ha van egy elképzelt célod, hogy hova akarsz eljutni, akkor sokkal könnyebben meg fogod találni, hogy miket kell ahhoz csinálnod, hogy elérd azt a célt. És akkor itt jön ugye a mondásnak a erőssége előtérbe, mégpedig az, hogy akkor lesz ebből igazi cél, ha annak valamilyen határidőt szabsz. Nem feltétlen kell annak, mindenféleképpen legyen reális, ugye, hát nem azt mondod, hogy holnap pápa leszel, mert annak nem olyan biztos, hogy van lehetősége, és akkor ugye csalódást okozol magadnak. Ellenben, ha körülbelül ugye látni fogod, hogy hova akarsz eljutni, felosztogattad, annak mindnek nagyjából ki lehet tűzni egy adott határidőt. Nem tudom, próbáltad-e már azt, hogy valamit meg kell csinálnom. Mit tudom én például most otthon el vagyok maradva a fűkaszálással. Több mint egy hetet ologatom, és adtam neki egy határidőt, az a ma este lesz, és már amikor ez a videó készül, és gyakorlatilag mihelyt haza fogok érni, valószínű ezen fogom pörgetni az agyam, hogy mikor és hova tegyem be azt. Nagyjából fél óra munka, minden estül fejcserével, fa kivágásokkal, mindenen együtt, egy fél óra munka, de húzom most már több mint másfél hete, nem is másfél, inkább két és fél hete. No hát ez fog most ugye pont kerülni a végére, mert ugye ma átadtam meg ennek végső célpontjának. No hát így is kell csinálni, elmondanám újra az idézetet, hogy esetleg jobban el tudjam mélyülni, vagy hogy az idáig hallottakat ugye keretbe rendezzük. Napoleon Hill idézete, a cél nem más, mint egy határidős álom. Igen, egy kicsit elfelejtettem mondani, hogy a cél az egy álom gyakorlatilag, bocsánat, ez kimaradt ugye az elején a meghatározásnál. Tehát te valamit elképzelsz, megálmodsz, azt céllá teszed, és ahhoz szabsz határidőt. Tehát ahhoz, hogy elérd, megálmodsz valamit, és határidőt szabsz hozzá. Na így fog összeállni körülbelül ez a hármas. No, hát ha tetszett a videó, illetve esetleg az egész heti munkám, akkor egy lájkkal kérlek viszonozd. Ha nem vagy feliratkozva a csatornámra, akkor tudod, hol kell megtenni. Ha a hírlevelem nem vagy feliratkozva, azt is tudod, hol kell. Ha nem, akkor kérdezd meg nyugodtan. Itt a videó alatt, írásban, vagy bármilyen egyéb csatornán, ahol élsz. Köszönöm, hogy velem voltatok ezen a héten, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok!